A Napút eddig megjelent 222 lapszámának bármelyikét ütjük fel, azt tapasztaljuk, hogy különös, már-már költői műgonddal szerkesztett kiadványt tartunk a kezünkben. Igen, Szondi György szerkesztőként mindig a minőségi irodalmat közvetítette az általa kimondottan tisztelt olvasó felé. Tematikus lapszámait mindig figyelmet követelő eredeti ötletekkel valósította meg, de ehhez meg kellett találnia, és munkára kellett serkentenie a megfelelő szerzőket. Kitartás és türelem nélkül ez sem ment volna, és elegendő mennyiségben az csak a rájellemző örökderű, kifogyhatatlan dézsájából lehetett kimeregetni. Ha pedig kifogyhatatlannak látjuk a derű forrását magunk is, higgyünk abban, hogy Napút nyugta helyett újabb napkelték köszönhetnek ránk, amelyek sugarai, mivel Petőfi szerint is megérlelik a szőlőszemeket, érleljék csak tovább a gyümölcsünket, és bízzunk abban, hogy kerül majd a szőlőszemekhez lágy kenyér is. Ezzel én ezt a rövid köszöntést befejezem, és most engedjék meg, hogy áttérjek egy másik köszöntőre, amely nem más, mint irodalmi tagozatunk egyik oszlopos tagjának, Kis Benedeknek a köszöntése. Hiszen március 19-én betöltötte 80. évét, életévét, és bár betegen, mozgásképtelenül, de szellemileg azért frissen velünk van, és engedjék meg, hogy innen üdvözöljük közös szívvel, közös akarattal, és ebből az alkalomból elkívánok mondani, elolvasok egy versét. Ez a vers 1969-ben vagy 70-ben jelent meg az első kötetében, Gazdátlan évszakok volt a címe, és már akkor érzékelhető volt, hogy a vers a társadalomnak, a nemzetnek nagyon komoly üzeneteket tartalmaz, és örültünk annak, hogy ez a vers akkor megjelentett. A címe Cavatina. Csontos égtáj ez, rímája télnek, kötkontyot tűző vénhet pogány, hogy mint magamba égre nézek, latinnak szült szép barbár anyám. Terem bennem a narancs idő, pirulnak dolgos vidám nyarak, itt sunyivágy, kény, vád temető, ha falak dőlnek, déva falak. Nem fogy a sírás a Kárpátok alatt. Itt ha tavasz, hát április az, kegyetlen ünnep, bukó panasz csak, dehogy vigasz, büntetés, büntett, virágkonfettis, szélhajő, pest is nyomul vele. Alig zöldül az ág, beleőszül pár levele. Latin mód, mégis nyarat remélek, itt a tavaszra vérbükkös ősz jön, tiszta bort iszom, nem vagyok részeg, bírom én, győzöm, de nem latin már bennem az ének. Itt a nép sírva fogan, s mulat, sej valahonnan ma is elkések, kocsisom tüzes lovat, kocsiba elől s hátul fogat. Azt szoktuk nagyon-nagyon sok estjeinken mondani, illetve hát magam azt szoktam mondani, hogy jó napot, jó napút. Magunk között is ezt mondjuk olykor, hogy jó napút. És Laci barátunk, Várjé Fábián László, bár igaza lenne, úgy vezette fel, hogy már nem először búcsúzunk, igazság szerint másodszor. Volt egy jelesre sikerült, és a mindenkori, vagy leginkább bennünket befogadó Nádorteremben volt tavaly egy búcsúestünk, a búcsúestre egy 430 oldalas búcsúszámunk, és hogy most itt vagyunk, az a Magyar Művészeti Akadémiának köszönhető, aki meghívott bennünket az élő folyóirat test során.
még meg tudott hívni bennünket, és most a Magyar Művészeti Akadémia termében és az ő invitálásukat megköszönve búcsúzunk másodszor, de nem lesz már harmadszor, illetve majd a végén elmondom, hogy Lacinak is legyen igaza, lesz még lapszám, de az már a búcsú után, és úgy is hívjuk, hogy 222 plusz 1, 222 plusz 2, 222 plusz 3. A 222-edikkel befejeztük. A többi nagyszerű barátom is ül mellettem. Azok a nagyszerű szerkesztő barátaim közül két olyan sokoldalú, és amikor annak idén indultunk, még pályájuk elején lévő, és azóta hát gyönyörű ívet leírt két társam, mint Tóth Holló Tamás, aki még az előző folyóiratban, a Poliszban is velünk volt, aki bólintani fog, hogy ő a Tóth Holló Tamás. Másik kiváló barátunk, aki szintén, de hát nem a Poliszba indult, hiszen ott nyert meg még ifjú egyetemistaként egy versíró versenyt, és voltak éppen onnan indul az ismeretségünk, hogy aztán az első számtól kezdve mi minden formában volt a jogi képviselettől kezdve sorozatszerkesztőként, konzulensként, mindenképpen velünk Csáhy László Koppány. És közvetlen mellettem, aki legutoljára csatlakozott hozzánk, Hegyi Botos Attila, aki szintén nagyon sok oldalon, mint mindannyian az én szerkesztőtársaim közül, mint olyan szerkesztő, akivel voltak éppen alapvetően ketten felelünk a Naput Online napi két és évente 365 megjelenéséhez. Ő szintén a sok oldalú és kiváló természetű barátunk, aki megszólalt ő egyúttal a Bólintot is, tehát Hegyi Botos Attila. Tamás Orosz János, aki itt van, és köszönöm. Suhai Pál, aki itt van, és köszönöm. Boldog Dezső, aki nem tudom, hogy itt van, és köszönöm. Legújabb társunk Halmai Tamás, ő nem lehet itt, ő pécsi. Elek Szilvia és Sziklavári Károly, akik a verses, illetve bocsánat, a zenei résznek a felelősei. Itt van velünk Varga Tamás, aki régi-régi előadó művész, színész barátunk, nagyon régóta tolmácsolja a verseket, kiáll és látni fogják. Itt van velünk Erdélyi György barátunk, aki újabban csatlakozott hozzánk, ő is fog műveket tolmácsolni. És nagy örömünkre, hála Istennek, ezen az estén is velünk tud lenni az a Horváth Kornél, akit még Bulgáriában ismerte meg, és kötöttünk egymásra a barátságot, és esteinknek, amikor csak lehet, alap zenei részvevője, Kossuth díjas és Prima díjas, sok egyéb díjas is, bizonyos esztendőben a szavazatok alapján az év ütőhangszerese volt világviszonylatban, Horváth Kornél. Thank you.
1999-ben elkezdtük, és bármennyire második, de számomra azért olyan búcsúest, bár tudom, hogy még kiállunk, de olyan búcsúest, ami hát elérzékenyít, elnézést fogok kérni, és ennek oka az, hogy belevágtam, anélkül, hogy fölkészültem volna rá a kedves szerkesztőink ismertetésébe. Hát itt ágaskodik Babits Imrének a Gnózis című kötete. Nagy öröm, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt a hallgatásból, amikor Imre visszahúzódott Bakony-Szűcsi magányába, egy zsákfaluban, a Bakonyba, ő hozzánk csatlakozott, egymás után sikerült a köteteit kiadni, hetediknél tartunk, és kiadtuk azt a gnózist, amit Szörényi tanár úr klasszikus remek műnek tart, és amelynek a hírét én szeretném, ha most is vinnék, mert ez egy olyan könyv, amit még nálunk vásárolni is lehet, és olvasni lenni nagyon jó minél többüknek. Sebők János, naptánc. A nap útja az égen. Búrával fedni a cukrot szokás, úgy miként a sík földet a fél égből fedi. Felkörzés, helyben futás. Pekinget reggelente megszállják az úgymond egészségesek. Tornáznak mind. A nap látszólagos útja az égen, nem is olyan rég a föld parancsolt még neki. Kelj föl és járj, mondta. Feküdj le és aludj. Katonaság. Drill. A kört azóta sem négyszegesítették, a kocka mégis mekkorát fordult. Ma már nem táncoltatható meg a nap. Nem táncol úgy, ahogy mi fütyülünk neki. Egy fatimai napcsoda kell ahhoz, hogy táncra keljen, amúgy a föld szolgálja. Körülötte kering. Akár egyiptomi napkultusz is kisülhetett volna a jó öreg lengyelből neve Kopernikusz, hogy mégsem így lett, arról Newton, Darwin és Hubble-tel. Centrum áruházak iránya, centrum, a robbanás centruma. Szívem közepe, középütt. A kultusz középre igazodik. Newton a vonatkozási rendszereket, Darwin az élővilágot, Hubble a belátható kozmosz fosztotta meg az epicentrumától. Kopernikus ezért aztán sohasem ért el Kairóba, de a sivatag maradt. Igazodni nincs többé jóvá. Porszem ember, a sivatag te vagy. Az ember óriás lett, állították szovjet tudományos ismeretterjesztők, Ilyin, Szegál, óriás, porszem. Porszemek vagyunk. Mint a guánó vastagon, egy öngyilkos sínfeszítőtől idéztem, mint a guánó vastagon, befedjük az oázist. Homok szemről énekel Balázs Fecó. Homok vihar dühöng a planétán. 5 milliárd homok szem alatt nyög a dzsungel. A kisebbségi komplexus olykor így hat. Ebben van, ki lesz, ha nálad kisebbségi komplexus és nadzási hóbort egykép hódításhoz vezet. Mondják, az ember a természet része. És én úgy hallom, mintha azt mondták volna, az ember mindenek fölött. Protagorász szerint az ember mindennek a mértéke. Mindennek mértéke az ember. Lenin szerint mindent az emberért. Emberarcú szocializmus Dubček szerint. Vagy a része az ember a természetnek. Növeli ki, elfödi a bajt. Vajon nyugtatgathatjuk magunkat a szállóigeszerű közhelye? Ki tudja, mi az ember? Ki tudja, mi a természet? A nagy fogalmak, akár a fekete lyukak, mindent elnyelnek. Sok értelmiségük semmiszerű, és a hétfától tánc, a belső naptánc fogalmak körül vég nélkül folyik. Ahhoz, hogy puszta jól csengés helyett jelentsenek, és némi konkrétummal kell megszentségteleníteni őket, püszkölnek, fújolnak, köhögnek ilyenkor persze, hisz értelmetlenségük oda. Én mégis vállalkozom rá. János evangélista, már csak a névrokonság okán is, majd segít. Ő írta, testben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Szerintem az ember az, akinél van a tudat. Az ember a tudat. Ez lehetővé teszi, hogy egy biológiai fal, akinél a tudat,
erre, mint alibire hivatkozás, tökéletes uralmat valósítson meg a fölött, aminél nincs a tudat. Aminél nincs a tudat, az a természet. Természet az, ami ember nélkül történni akar. A természet folyamatos ellenérdekeltség és nem külső környezet. Ami a nem gondozott kertben, a be nem vetett parlag földön történik, az a természet. És ez a természet mindinkább az ember uralma alá kerül. A kozmikus természet ugyanakkor ma is meghódíthatatlan. A természet törvények fölött ember nem uralkodhat. Így értelmezve kétségtelenül a természet része. Hidrodinamika nélkül nincs bőségát, molekuláris genetika is vettek nélkül nincs génmanipuláció. Természet helyett ezért szerintem célszerűbb bioszféráról beszélni. Valójában a bioszféra válik napról napra emberarcúbbá. Statisztikák kimutatták, hogy a Föld összes növényi biomasszájának kb. 40%-a ma már közvetlen emberi célt szolgál. A szárazföldek jelentős része közvetlenül vagy közvetve az emberi tevékenységnek van alárendelve. És a humanizáció kérlelhetetlen erővel folytatódik tovább. A humánum biológiai, ökológiai valósága nem más, mint ökoholokauszt. Társadalmunk gazdasági profilja változatlan. A természet felé a társadalmak szervezett ember fajgyűlölő rabszolgatartóként viselkedik. Fajgyűlölő, hisz lába nyomán fajok milliói pusztulnak ki. A mostani ökosoa csak a dinoszauruszok pusztulásához mérhető. S rabszolgatartó, hisz a természetet ingyen dolgoztatja. Ki fizet a tehénért a tejét, mizó, és a színe zöld színtesteknek ki fizet az oxigénért? Mire lépni tilos? Vajon ki fizet az őserdőnek a szabadalmaztatott génszekvenciák? Nem, hogy az őserdőnek magának, de az őserdőben lakó törzseknek sem fizet az ember, és ember alatt most metaforikusan a hatalomra jutott ember értendő. Ki birtokolja a természetet, kérdezi a TÁM 1998. november 30-ai száma. No kérdés. Én is kérdezem. Addig, amíg a természet az ember birtoka, és nem rendelkezhet valamiképpen önmaga felett, önrendelkező lévén nem lehet az ember méltó egyenjogú partnere, nincs kiút a gazdasági válságból. Célszalagot szakítani készül az emberiség. Az van rájra erre a célszalagra, hogy két egyen. Ideje volna a nagy szakítással együtt átlépni egy eleddig soha át nem lépett határt, a fajhatárt, fajunk határait, az emberi világ határait. Az egoista, öncélú, narcisztikus, humán határaik. És az ember, mint aféle divinális jánosi allegória, az, akinél a tudat van, és az ember a tudat, akkor nyilván egy fordulat csak egy új tudat által kísérelhető, kísérthető meg. Szent, teremtő önkívületre van szükség. A szellem kreatív, szerzetesi forradalmára. Lemondásra és produktivitásra. A köldök nem lehet középpont többé. A sivatag nem lehet követendő cél. Nézzetek rám, s vegyetek rólam példát. Itt áll előttetek a 21. század, aládat és lalkon ki magára engedi a kígyók helyett a liánokat. És nem kíván megküzdeni velük. Janku Laura vers. Hajnalban sírnak a fák mélyen, halkan vacognak, a szeretők már nem szeretik egymást, tüzet okádolt tekintetek közt megfagyok. Megadta magát az idő. Nem sérti már az ész, a titkot. Vacog a hideg, vacog a meleg. Kihúzza magát az alapvilágban a csontsejk. Gyuri, nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ő olyan folyóiratszerkesztő, aki a szerkesztőinek delegálja azt a feladatot, hogy a műveket olvassák, ő nem annyira olvas. Hát akkor mit csinál? Kérdezhetnék itt a közönség tagjai. Embereket talál, fedez fel, hoz helyzetbe. Döbbenetes az, hogy milyen jó szeme
van a tehetségek felfedezéséhez, és azt kell, hogy mondjam, hogy az is döbbenetes, hogy micsoda szerkesztői kart rakott időről időre össze. És minket úgy rakott össze, hogy kitalált magának embereket, felfedezett, és aztán továbbadta nekünk, hogy ja, és itt van ez a valaki, meg megint ez a valaki, és mi valakik, akik most itt vagyunk hárman, egyszer csak egymással is találkoztunk, és ennek a szellemi körnek úgy lettünk a tagjai, hogy gyakorlatilag a Gyuri invitálásának engedelmeskedve csodálkoztunk rá a másikra. Na most ezt a közös munkát, hogy mi egymásra rácsodálkoztunk, senki ne úgy képzelje, hogy szerkesztőségi értekezletek lennének. Igazából azok viszonylag egyszerűen dőlnek el. Kapunk szövegeket, megolvassuk, megítéljük azokat, és referálunk Gyurinak, aki ezt általában mindig akceptálja. Nem, mi lakva ismerjük meg egymást. Hogyan? Gyurira az is nagyon jellemző, hogy szeret úgy is helyzetbe hozni minket, hogy ilyen esteket legalábbis Kárpát-medence szerte, hanem is világszerte szervez meg. Nagyon sok esetben a Magyar Írószövetség nagy lelkű támogatásának köszönhetően, de így vagy úgy, mi sokat utaztunk a világban. És ilyenkor, amikor együtt utaztunk egymással, na hát azok voltak a csodálatos csapatépítő foglalkozások. Ezekre szeretnék utalni, ezekre az utakra, hogy ezekkel is micsoda jó téteményt adott nekünk Gyuri. Mert nem, ezek nem egyszerűen utak voltak, bemutatkozások, hanem életre szóló csodálatos élmények. Ezek sorából egyáltalán nem véletlenül egyet emelnék most ki, annál is inkább, mert annak az útnak a résztvevői közül természetesen itt van Gyuri velünk, láttam Szentmártoni Szabó Gézát is bejönni. Szervusz Géza, ezúttal is üdvözöllek. És ott van a célállomásunk kiváló vendéglátója, az estházigazdája Vári Fábián László is. Tehát azt az útunkat szeretném kiemelni, amikor mi Kárpátalját jártuk be, akkor, amikor Kárpátalja olyan volt, amilyen már soha nem tud lenni, de olyan fantasztikus szerencsében volt részünk, hogy irodalmi estek ürügyén, de ezek mindig csak ürügyek, csodás élményekkel lettünk gazdagabbak. És például Mátyus Alizg kedvesen rozog a golfján, fölkapaszkodtunk a Vereckei szoroshoz. Vári Fábián László is ott volt velünk, és soha nem fogom elfelejteni azt az élményt, hogy milyen csodálatos dolog volt ott lenni, és ezekre a távlatokra, amik onnan a térben és az időben elénk tárultak kinézni. Egyre nagyobb fájdalommal gondolok vissza arra az útra, de egyre inkább azt gondolom, hogy egy életre szóló, soha vissza nem térő élmény volt. Egyrészt azért is gondoltam erre az útra hivatkozni, mert ezzel tisztelgek vendéglátunk előtt. Másrészt viszont a Vereckei szoros magasából, ahogy az előbb is említettem, a tér és az idő távlataira lehet kitekinteni. Még valamit el kell mondanom Gyuriról, hogy ő egy olyan könyvkiadó, eddig arról beszéltünk, hogy ő milyen szerkesztő, no, egy olyan könyvkiadó, aki olyan dolgokra mondott igent, és az én dolgaim eléggé furcsa dolgok, amelyeket szerintem 10-ből 10 könyvkiadó megdöbbenve és hüledezve fogadott volna, és természetesen nem mondott volna rá igent. Olyan könyvészeti varázslatokra, csodálatos remeklésekre mondott habozás nélkül szinte a Gyuri igent, amelyek, és itt nem az én soraimat dicsérem, mert azt nem tisztem dicsérni, ez nem az én dolgom, hanem amelyek mint műalkotások gyönyörűek. Olyan könyveket adott ki Gyuri az én dolgaim közül, amelyeket öröm kézbe venni. Ezek tényleg könyvformáját öltő műalkotások, kiváló tipográfiával, illusztrációkkal, fotókkal, tipográfiai varázslatokkal. No, és akkor ahhoz a világhoz visszatérve, amelyre akár a Vereckei szoros magasából is térben és időben rá lehet látni. Én mostanában leginkább mítosz rekonstrukciókat folytatok. Úgy gondolom, hogy egy szellemi aranyhidat lehet felépíteni a magyar ősmúlt és a mostani jelen világunk között, mert hogy ebből mi építkezni tudunk, és hogyha ezen a szellemi aranyhídon jól tudunk oda és vissza közlekedni, akkor azzal mi a magyar megmaradás ügyét szolgáljuk egy nagyon nehéz időben, a veszélyeknek hitett egyre inkább beteg világban. Na, ehhez a beteg világhoz teszem én a magam és az őseink gyógyító erejét azzal és akkor, amikor fölfedezek magamnak és magunknak olyan történeteket, amelyek látszólag népmesék, népdalok, gyermekgondókák, de valójában ősmítoszunk maradványai,
ne legyenek illúzióink, a Kaleva lesse egy olyan egységes egész, amilyennek mi gondoljuk. Hát Élni Eszler ott fogta magát, és rengeteg töredéket úgy rakott össze, hogy azok ma már egységes egésznek tűnnek. Hát Komjáti István a Mondák könyvében is valamihez hasonlóval próbálkozott. Ezekkel meg lehet próbálkozni. Én általában naphéroszokat keresek, amikor a garabonciások körüli hiedelemmondákat, vagy szent királyainkról szóló regényeinket és regényeimet jegyzem. Időkereten belül vagyok, még ezt ellenőriztem. Ellentétben Gyurival én nagyon fegyelmezett szeretek lenni, és ebből sportot is űzök. Édesapámtól tanultam. Naphéroszokat próbálok felfedezni, és ezeknek a naphéroszoknak sorában most leginkább az aranyhajú gyermekeket, akik mesehősök ugyan, de én őket istenalakoknak, ősi magyar naphéroszoknak tekintem. Tehát őket fedezem fel. Őket írtam már meg nagyon sok regényben, aztán egy tanulmánykötetben, ebből fogok hamarosan felolvasni, és most nem olyan régen egy olyan színpadi zenésműben, amelynek az Aranyhajú hármasok a címe, és amely egy folk opera kíséretét is megkapta két kiváló zeneszerzőnek, Bársony Bálintnak és Elek Norbertnek köszönhetően, és amely műnek most decemberben a Nemzeti Színházban Vidnyánszky Attila rendezésében lesz a ősbemutatója. Nogyiri erre is minden habozás nélkül igent mondott, bármi őrülettel találtam őt meg, amikor azt mondtam, hogy te Gyuri, de lenne ebben a könyvben a QR kód, és akkor erre a QR kódra, hogyha rámegyünk okostelefonnal, akkor a folk operát meg lehetne hallgatni. Rezzenéstelen arccal Gyuri ezeket nyugtázta, jó legyen. De lesz hozzá egy videoblog sorozat is egy QR kódon keresztül, persze, miért ne? De lesz egy videoklip is hozzá, amit leforgatunk, arra is egy QR kód fog rávezetni. Tehát ezeket a szent őrületeket, amelyek egyébként elképesztően innovatív dolgok, a Cédrus Művészeti Alapítvány könyveiben hála Gyurinak, korábban pedig ugye a Napkút kiadónál szintén hála Gyurinak meg lehetett csinálni. Szeme van az értékre, szeme van a teremtésre Gyurinak. Az Aranyhajú gyermekek varázsmeséje a metatörténelmi megközelítés felhasználásával bizony a mesés jellegzetességek ellenére is hiteles forrásnak tekinthető. Arról szóló tanúbizonyságként kezelhető, hogy a magyar kulturális emlékezet évszázadokon át megőrizte számunkra ennek a traumának a keserves érzését, amit azok az őseink éltek át, akik számára a kereszténység felvétele jó ideig, pár nemzedéken át még nem volt mentes a jogfosztottság tudatától, a maguk ősi, csillagvallási hitének visszavárásától. Ők voltak tehát, akik a saját ősi csillagvallási táltos hitük, napkultuszuk visszavárásának emlékét úgy hagyományozták ránk, hogy erről az érzésükről nekünk az aranyhajú gyermekek visszavárásáról szólva meséltek. És ennek a hitüknek az elvesztéséről, elragadásáról a napba öltözött boldogasszony meggyalázásának képeit elénk tárva meséltek. Amikor a 90-es években megismertem Gyurit és a proto naputat, hiszen már a polisztos időkben is ismertük egymást, akkor éppen egy különös antifilozófián dolgoztam, amit elég arcátlan módon a filozófia tanszékhez és a nemzetközi jogi tanszékhez nyújtottam utána be szakdolgozatként. Ennek az antifilozófiának a lényege pedig az volt, hogy a világot csak Isten tudja ellentmondásmentesen, tehát paradoxonmentesen elmesélni. Az ember nem. Éppen ezért egy poliambivalencionizmusnak elnevezett rendszerben csupa ellentmondást pakoltam egymásra. Ilyen ellentmondás például az, hogy a művészet egyszerre a legegyedibb, legegyénibb, másrészt viszont a leguniverzálisabb nyelv, amivel kommunikálunk egymással, és a transzcendenssel, vagy Istennel. A művészet egyben a teremtés folytatása. Rajtunk áll, hogy a teremtő munkáját folytatjuk, vagy lebontjuk. Ebből a szempontból a művészet a legszabadabb és a legkreatívabb tevékenység, és ezt találtam utána meg a napútkörben is. Azt a szabadságot, ami létrehozta a napútkört, nagyon jól össze lehet vetni a Magyar Művészeti Akadémia alapgondolatával, amikor még a 90-es évek elején a Makovecsi álom a felelős szabad gondolkodás jegyében, a különböző művészeti ágak közös gondolkodása jegyében megalapították a Magyar Művészeti Akadémiát, most már immár 31 évvel ezelőtt.
a napútkör hasonló gondolat révén, hasonló gondolat körül jött létre. A különböző művészeti ágak, a filozófiától a képzőművészetig, a zenétől az irodalomig. Üljünk le, gondolkodjunk közösen, csináljunk olyan esteket, ahol minden művészeti ág megszólalhat, és beszélgessünk egymással, vagy utazzunk együtt. Az a fajta szabadság, ami a napútkört jellemzi, az egyben rendkívüli sokszínűséget is eredményezett, és nem volt elvárás az, hogy mindenki egyetértsen, vagy egyfajta akár ideológiai, vagy bármilyen törésvonal mentén egymást felfűzzük egy csapatra. Egy rendkívül sokszínű csapat jött létre a napútkörben. Egy valami azért mégis közös volt bennünk. Az, hogy a kreativitást kulcsát a játékosságban és a felelősségteljes szabad gondolkodásban láttuk. És itt a felelősségteljesnek nagyon komoly szerepe van. Hiszen a szabad gondolkodás önmagában súlytalan. Ha nem társul hozzá egyfajta felelősség, a környezetünk, saját magunk és akár az országunk, népünk kell szembeni, a világgal szembeni felelősségtudat, akkor a szabad gondolkodás nem sokat ér. Ugyanakkor a szabad gondolkodás játékossága az, ami a naputat számomra legalapvetőbben jellemezte. Itt elkezdhetném sorolni Gyurinak az elképesztő szó facsarmányait és kitalált szó összetételeit, amiről messze földön híres, de ez sokszor megjelent a naput rovataiban is. És ez a játékosság, és ez a szabadság, és ez a kreativitás iránti vágy hozta létre azt a egyre táguló kört, amiben, ha jól tudom, a Napút folyóirat publikálta a legtöbb első publikáló szerzőt, és a Napút folyóiratnál fedezték föl, vagy fedeztük föl a legtöbb olyan embert, aki nálunk indult el, és utána lett belőle bármi, mondjuk például Magyarországon először publikált Jankó Laura, és most már ugye a Magyar Művészeti Akadémia neves tagja. Tehát egy olyan inkubátor a Napút, ahol teljesen különböző gondolkodású emberek szabadon és játékosan együtt tudtunk gondolkozni. És ez volt számomra a legfontosabb. És hogyha ha lehet, akkor azt remélem, hogy bár a print szám vagy a nyomtatott szám megszűnik, de az online napútban továbbra is ezt a lendületet és ezt a közös értéket meg tudjuk tartani. Ördöghívogató. Ördögöm, dögöm, rege, pesszimista róka, a bús, hús, gyanús, rege-rege. Fenekébe lóg az orra, hideg könybe fullad, ránk ragadó kátrány ege. No te patás reménytelenke, gyere, gyere. Versenyróka, boldogság, rege, sikerróka, könyörtelen dogmáitok, rege-rege. Versenyt ordítva a boldog vicsorgókra berekedeke. Magamnak mondom, be nem avatkozni, csak hagyni őket mind megposhadni, gyere, gyere. Mikrocsip rege, interinformatív róka, franchise rege-rege, nyomogatjuk a világot a takarónkba, szép asszony tiltott csók melege, fattyú érzelem nyárakba, hogy robotolni, gyere, gyere. Hollywood rege, McDonald's róka, Broadway rege-rege, városaink véres szaros smogfeneke, civilizációnk te fenék fene gyereke, frekventált frásztáncba, gyere, gyere. Ördögöm, dögöm, kicsi szajhám, láss csodát, te kajmán, rege-rege róka. Drága bőröd megdörzsölött, parfümszél száldos a szajnán, milyen csalóka. Sokunk hiszékeny sükebóka. Krokodil simogatóba, gyere, gyere. Ördögem, rögem, dögem, szájadba lóg a könyököm, rege-rege róka. Így vágyom a jóra, a hófehér hajóra, rege róka, sárgúj luciferke, rege-rege. Tiszta fény, aki tudod még, mi a jós a rossz. Velem ördögűzni, gyere, gyere. A következő vers pedig nemrég készült, tehát így átíveli a kezdet és a mostani szakaszt. Ez egy részlet, egy igen hosszú, monumentális vers folyamból, a Hazafelé című versről. Hántolt csírák remegő reménye, csupasz kövekből csillagálmok. Vágyaim gúnyái rég lefoszlottak, színetek elé most pőrén kiállok. Szótlan szirmok szőrszálként kitépve, kongó angyalok vitázva vártok. Most összegyűlünk, mi megbotoltak, s tenyerünkön nyújtjuk a világot. Hiába súgsz színeket a vak gyomornak.
dobozom falait véresre vakartam. Szökevény kutyaként kotorászok. Kockát vet rám a rosszra hajlam, összefogdasnak pénzes bolhászok. Vihogó csaholók kilakolnak. Jól lakni múltam, tetemére mászok. Szeretett szemeim lecsukódnak. Hogyan hihetném, hogy léptem, vigyázod? Hiába írok, hiába kérek, hiába kiáltok, előre lépek, mondják, ha sorba állok. Tudatot terelő bálvány fia oktat. Sorakozz, igazodj, ez a dolgod. Félreállok, hányok, elkotródok, maradok, szabadon szaladóvad. Lesajnálva néznek befutott barátok. És az utolsó egy nagyon rövid vers. Az álmodó Isten. Mindannyian az álmodozó Isten csöpnyi gondolatai vagyunk. Hősök egy szépen kigondolt, épülő, múló, hömpölygő mesében. Sorsunk nem az eltűnés, hiszen örök léte csillog mindünk szemében. Remélem, mosolyogsz, mesemondó, amikor rám gondolsz éppen. Most mutattam be Hajós Esztert, aki mindjárt kijön mellénk, több hangszeren gyönyörű saját szerzeményeket ad elő. Újabban ez az iránya a művészetének, de mi úgy fedeztük föl, mint regényíró, akinek egy olyan egyéni mesélési, gondolkodásbeli világa és sajátosságai vannak, amely utánozhatatlanná teszi. Miatta, talán miatta, de mindenképpen elsőként a Prágai Tamás díjat ő nyerte. Prágai Tamás alapszerkesztőnk volt, a Naput szót is ő maga adta ennek a folyóiratnak, Fazekas Mihály csízióiból véve a Naput szó fogalmát, gondolván, de Szent Mártoni Szabó Géza bemutatta nekünk, hogy az Naput szó az korábbi, mint ahogy Fazekas Mihály használta a nap ekliptikája helyett, magyarosításképpen. Erről jut eszembe, hogy ugye mindenkinek a székén ott van egy kiadvány, amely a nagy összefoglaló utolsó számunknak az utolsó 28 oldala, mert teli van adatokkal, és tele van avval a Szent Mártoni Szabó Géza okfejtő írással, amelyben a Naput szónak ezt a bő tudományos és nagyon kidolgozott magyarázatát végigvezeti. Tehát Prágai Tamás, mikor meghalt, az emlékére Prágai Tamás díjat alapítottunk. Prágai Tamásról elsősorban volt jellemző az, hogy nagyon sokakat indított, nagyon sokakat fedezett fel, nagyon sokoldalú alkotó volt ő maga is. És ezt az akkori értékes munkáját, felfedező munkáját akartuk tovább örökíteni a Prágai Tamás díjjal, amely első köteteseknek a díja, első köteteseknek a felfedezése, és maga a díja kötet megjelenése. Hajós Eszter is így került a szemhatára, lett az első viselője ennek a Prágai Tamás díjnak, amely érdekességképpen a többiek esetében 50 éves és 50 év, 60 év között írókat jelentett. Hajós Eszter 20 éves volt, amikor ezt a díjat megkapta, úgyhogy parancsolj, Hajós Eszter! Mm-hmm.
Dalba kuporodtam, sötét szoba, melengetem a szívem. Hozzám kuporodott a dalomhoz, kintről bejöve, napját a napomhoz. Égszakadékunk, egy folyónk. Nap sütött ki, besütve, szirmok emelkedtek, levelek, jött velem, amerre mentem. Akkor is, mikor nem tudtam merre, egy egünk, hultak a sugarak bele a patakba. Kuporgott a hold is, csillagosan, csendben a madarak, madarak csendjében, egyre közelebb, egyre távolabb, egy, besütött a hold a napba, hold sugarat. Ujjaim a húrokon szaladva, megállva, napszemünk, egymás tükör, ez egy szavak nélküli. Napra nézve nyílnak, holdra nézve csukódnak a szirmok. Ma este látlak. Az már egy napsugár. Tükörben tüskés. Felhő nap alatt. Nem látom a napot a felhőtől, felhőt a naptól. Nem rajzolják egymást. Kinyitottad szemed, szavad. Csukott szavakat nyitsz, láttam. Nem nyíltak ki a szavak. A tüskés buzótosban ültünk a tükörben. Tüskés levelek árnyék a tuskókon. Kivágott fák nem mondott szava. Legurultak, lent megálltak, ezek a szavaink. Nem találkoznak. Kék nap sugarai hidegen hultak. Hallgatok, megint. Hallgattak a barkóca berkenyék, a megyvágó. Ma nem esik le az égbolt, vagy már leesett. Becsuktam szemem, láttad, szavaid csukott szívembe estek, fekete patak. Zengett a csendem, hogy megint nincs szavam, szívem. Kihűlt kövek húzzák zsebem. Szakadékban a nap, a hold, tűzvirágfa, kaukázusi nyírfajd. Nézek, nem látszom, eső a szavakra. Nem találkozik a hangunk, hallom a szavakat, hogy nincs egy szoba a hangunknak. Egy fél papucs, citrusrost, egy közös levélerünk. Miközben találkozott hangokat hallok, napok óta csak ugyanazt a hangunk hallgatom. Azt a napsugarunk, könnyem.
egyszemélyes gödröm, mély barlang, madárkas, halüreg, üres szavak helyei. Visszavont szavak szobái, kerítés, ketrec, kalicka. Ültünk a szavak közt, tüske szavak. Nem tudom odaadni, csak odaszúrni. Vajon a sündisznó magát néha megszúrja kicsit? Ha akarom, nem. Ha nem akarom, akarjam ne akarni, na persze. A nap mellett ülök a szakadékban, lecsukott szavam. Nem látlak a szavaktól, szavakkal válok láthatatlanná. Kisütött napom rejtegetem, nem akarom, de kigördülnek sugarak, levelek. Sugár is lehet tüske, sötét ég. Estek, estek a szavak, portikusz, perisztülion, hipogeion, gádorfal, szentérekeztő, nem látok a kövektől, kör, tükör, kőtükör, elefántménes, halfalka. Nő a zsebem, bár csak kiukadna, persze, bevarrom. Bimbóból gyűrött szirmok simulnak pipacsá. Szavaktalan. Szavaktalan a fagyott esőben, félig leérő sugár áll, áll. A nap keresésekor így indulunk. Lecsukott szemem, napom, lehullott az égbolt, mint eső levelenként. Sárga szirmok, kék árnyék. Kinek a melyik labirintusa, melyik szakadéka a nappal, a holddal, három csillaggal és négy gubancos felhővel? Melyik egünk, ha egy egünk se, talán egy kósza csepp eső, ha a szél átsírja égről égre. Patakokban a szavam, halak az eső elől. Hidegen mosdat napsugár, szellő, százszor szép illat, szavak tövis, csend. Nagyon megindító, hogy itt alkalmam van körbenézni. Itt látom Bertalan Tivadart. Berci, állj fel egy pillanatra. Tessék megtapsolni. Bertalan Tivadar, aki a legelső számunk óta, legelső számunkban is már szerepelt, minden egyes számunknak képzőművész vendége van, volt, a legelső számunk képzőművész vendége. Nagyon-nagyon sokat voltunk különböző szinteken együtt, sokat köszönhetünk neki, a magyar képzőművészet és filmművészet nagyja. Az egyik a hetet a napút díjasoknak. És itt van, aki szerényen nem fog szerintem felállni sem, Kovács Ildi, aki nélkül ez az egész napút nem létezne. Már a Poliszban is együtt volt. Felállt a Kovács Ildi. Aki már a Polisztól, de a napúttól aztán végig, az első betűtől a legutolsóig
minden egyes számunkat magas színvonalon szöveg gondozta. Nélkül a napod nem lenne. Ildi, köszönjük szépen. Egy részlet az asztalon látható Gnózis című csodálatos műből. Szondi György elcsodálkozott, amikor mondottam neki, hogy elolvastam. Szép vastagságú könyv, és nem tudok más mondani, hogy életem egyik legnagyobb könyvélménye. Ebből hallgassanak meg egy részletet, amit én azt hiszem Babits Imre arszpoetikájának lehet nevezni. Azt, hogy az álom költészet, nem hogy pszichológus, arkangyal sem tudja. Mikor primitívek a régmúlt álomidőről szólnak, a költészet birodalmát említik, mely az ébrenlétben a térbe suhanni látszott, és szárnyalt, minthogyha a sólyom az égen. S nem kellett olvasni, varázsló metrumokat sem kellett várni a tábortűznél, mert lecsapott a líra az akkori emberiségre, akárha a sólyom, és belevájt szívébe, mivel hogy nem tehetett mást. Ám de az álomidőnek villámröpte a múlté, és a kitartott isteni kézre leszáll, valamint ha vándorsólyom a sólymászéra, s a melle piheg még, és bőrsapkát tesznek büszke fejére, ne lássa, mint kárálnak a térben a tyúkidejűek. Az álom költészet, sosem öncélú, sosem. És a kitartott kéz egyben, mely nem lendíti megint a magasba, ébren lét magasába, s a szűk bőrsipka is egyben, mert itt, hál' Istennek, nincs szükség logikára. Álom nem lehet öncélú, és holtak üzennek benne a lírai képekben, mert nem tehet ott mást egy sem. A költészetben költő lesz valamennyi. Otthonosak, rögtön, mint sólyom az égben, olyan mind ott, és eszközeik, képek sokasága azonnal lényükhöz simulóvá válnak. S mint hazatértek, képekkel magabiztosan érintkeznek, a túlról küldik a lírai képeket, és szavakat soha. Álom. Szarvasbogár. Hiába lenne kormányzati akarat, nem párzanak többé a szarvasbogarak, mivel hogy nincsenek. Tetemük manólakokban kitinikon. Tündérek szárítják szárnyuk szarvaikon, mire erdejük álpénzen vett birtokod lesz, megígérte, s megadta rá a jogot bosszúálló istened. Fölényesen kiröhögheted mély hitét a kihalóknak. A gúnyban nincs semmi tét, odaadás, áldozat. Visszatérés bizonyságául megmarad mind, míg fel nem röppennek szarvasbogarak újra, s egy csöpp légáram pislákolásod kioltja, s eszmélsz, nem vehetik el mások azt, amit a kozmosz ad.
kökényvirágzás. Virágzik a sűrű kökény, virágzás a könnyű kendő, Isten nem létbe vert szögén, hegye múlt, feje jövendő, vagy fordítva, nem is tudom. Vihar visszafejtett kendő, sziromfonalakra fejtett, ember búbját körüllengő, rovarnak remegő rejtek, és pánt őrangyal sarukon. És végül néhány részlet Babits Imre legújabb kötetéből, amelynek címe Dérkristályok növekvő sóhajából. Nem véletlen, megértük mi néhányan a jelenlévők közül a Beatles együttes valahai csodás útját. Ott 67-ben John Lennon írt egy csodás dalt, amely a Borsőrmester lemezen jelent meg. Annak a címe Lucy in the Sky with Diamonds volt, és ott mindenki felfedezni vérte az LSD feliratot. Később kiderült, hogy Lennon fia, Julian, egy osztálytársnőjének készített egy rajzot, és ennek a rajznak volt a címe a Lucy in the Sky with Diamonds. Hát itt egybe lehet olvasni a címből a DNS szócskát, a dezoxiribonuklein sav, egyszerű, szép magyar nyelvtörő név. És valóban a Babits Imre kis versei a tördelés jóvoltából a DNS spirálok rajzát mutatják, de átörökítő gondolatok, és ahogy az előző versben írja, nem szavak, képek ezek a kis remek művek. Avarba száll le végül a lepke, ősz párája mintás szárnyain, égi súly, energiáját morzsoló, a semmibe készteti szép szelíden. Energiáról nem tud a sólyom, úgy körözne, mint még tegnap is, ám erőt nem érez immár, és szemében ott a beteljesülő madársors. A hóviharban megremegő vadért gyermek fejében párhuzamos világ nyílik, komoly tudósokénál légiesebb, az alapja részvét. Kit meglegyintett, s álmaiban repült vizek fölött, már sejti, milyen halál után a léleknek, s ilyen volt még azelőtt, de közötte élet. A szív felőli oldalon állani és nem szólni, szempárfény sugarával éjt kiűzni lelkekből, ki többet tud, tegye, hallgatagon leginkább. Kis Anna nyitva a fellegajtó. Motto. Én vagyok az, aki nem jó. Fellegajtó, nyitogató. Nyitogatom a felleget, sírok alatt a eleget. Horringot Európa bölcsője.
Itt élünk Európa közepén, és ki vizsgál megfelelt, tudja a válasz, Hellász és Róma végül is tananyag. Más dolog, mit tanult a korabeli magyarokról. Jó esetben utána olvas, és az egymással szóba sem álló nézetekből zavarodik össze. Az elfogulatlannak tanult tudományról sem tudja, mit gondoljon. Pedig természetes együttműködő közösségek nélkül amúgy sem könnyű a magát nem találó dolga. Ha családja, iskolája sem vele van elfoglalva, hazája is lemond róla, jövőt sem lát maga elét. Ösztöneitől vezetve azért még kiáll értük, még ha maga máshogy lelte módján is magyarkodik, mintha senki más nem kodna, kedne. Kétféleképpen is bajba volnánk. Magyarnak lenni természetesen kell, hogy legyen. Természetesnek kellene legyen. Ha mégsem az ideje magunkban néznünk. Ez alól uniós tagságunk sem ment fel. Talán lehetne ott kezdeni, hogy valaha itt éltek, s később jöttek utódai is, így vagyunk, és nagyobb más részünk pusztai népként sem tengődött sötétben, elvesz az Isten háta mögött. Sok nagy kultúra volt a látókörében, megkockáztatom. Az ő nagy nomád birodalma is azok voltak. És ide a nyugat kultúrájába illő értékekkel érkezett, csak egyet említve az egyisten hitet. Hogy mégis járt annyi áldozatta, miért nálunk az új vallás felvétele? Az nem vallási okokra vezethető vissza, ahogy sok minden később sem. Mert mi egy magunkféle nép küzdelme önazonosságáért, cselekvő szabadságáért, fennmaradásáért. Mi az igazságkereső élete ebben a gyökerező művészete? Értelem és szív lélek ruhanása, ha ezzel kell valamit kezdenünk. Mi történt valójában, mikor az első pogány éneken áldozó mozdulaton rajta ütöttek, az első jutalom dénár kipengett veszni begyűjtött pogány írásért. Hisz a múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van. Húszolván a földet húzták ki alólunk. Velünk maiakkal egyetlen életidő alatt most másodszor esett meg ez, és nem csak képletesen. Ha hagyjuk, ezúttal megtudjuk, mi van a nélkülözésen is túl, milyen az, ha tulajdon hazánkkal, földjeinkkel, vizeinkkel, légterünkkel sem rendelkezünk. Az új vallás megingatta önazonosságunkat, de voltak hozzánk hű fő emberek, egyháziak, akik kiharcolták, és voltak szakrális keresztény királyaink, akik elfogadták az aranybullát, a közös szellemiséget jelképező szent koronatanát is, hogy senkinek, nekünk sincs jogunk hibás döntésekkel ezt a népet létében veszélyeztetni, mert az minden érdek fölött való. Most hát az a kérdés, hogy mi együtt, mint ország, ezt feledjük-e? S van-e még közös szellemiségünk? Mert önfeladásra nem kényszeríthet senki minket, ha mi azt nem akarjuk. 2008. szeptember 18.
És ismét Erdély Gyurit kérem, aki a szintén nagyon különleges, rengeteget dolgozó, rengeteg terület, különleges verstechnikájú, gondolkodású és nagyon sok területen nagyszerű alkotó Domokos Johannától fog felolvasni. Attól a Domokos Johannától, aki az egyik napútszámot készítette 2020-ban, a Szívem, te szívem címűt, ez női misztikával foglalkozó, nagyon különleges összeállítás. Azért is mondom, mert a lefetyelésem elején említettem, hogy lesz még napút bemutató. Május 28-án a Fonóban este 6 órakor a Szívem, te szívem 2 számnak lesz a bemutatója, amely printben is megjelenik nagyon kis példányszámban, mert már ugye nem terjeszthetjük, nincs terjesztési jogunk, majd felkerül a Naput online-ra. Egy körülbelül 300 oldalas kiadvány, szintén a női misztikával foglalkozik, igen-igen erős, az a 222 plusz 3 számot fogja viselni. Domokos Johanna versei a Rend szívdala című nemrég megjelent kötetből. Vitrinem ablakán, mint víz felületén nézed magad, egész addig, amíg mi, tárgyak, a tovaszálló fényé leszünk. Csöncsön gyűrű, ezüst gyűrű, nálam van az aranygyűrű. Itt csörög, angyalfény nem ad ki. Volt egy sárkányom, templomtól hosszú hegyvölgy a déli fügefáig, meg egy bohócom, mit ígértek, s még mindig. Hagymaágyásba együtt olajkutat vetettünk, melyből nőtt egy égig sárkány bohócfa, vagyis te, kivel déli 11:30, bolondos mind a kettő, repít tekintetünk együtt idejébe, megmérni éltünk, holtunk. Belső tűz barangol mezőkön, rónákon által, általa, általam. És egy vers az úgynevezett című kötetből, Táncom. És táncom annak, ki nem kilesi éjszakai szobámban a kulcslukon, hanem ki magában szemléli, észlelheti, hogy nem forró, nem feltörő vulkán, nem tombolás, hanem a magma örvényének üres mélye, szférák és bolygók teremtő, hűvös zenéje, sem fókusz, sem csúcs, hanem széles, láthatártalanság érzéki völgyészlelése. Ezért mondja Mira, mi nem ritmikus, nem látható, hanem megadás, és olykor az apró csönd, távban a dalhangjainak szünetét jelezve, a legegyszerűbb magunkban levés. Az bizony, bizony nem tánc, hanem maga az egyéolvasztó magány tánctalansága. Bátori a kezdetektől, hát nem egészen a kezdetektől, a 2000-es éve elejétől lett
a Napkut kiadó, a Naput, a Cédus Művészeti Alapítványnak az a szerzője, akitől nem ámítás, 33 könyvet adtunk ki, nem akármilyen könyveket, nem akármilyen sokszínű képességeit mutató, ez egy nonsens volt, hamarosan majd paródiái jönnek a Napútban. Most lett készen Rilke összes versének fordításával, beleértve a franciául írt verseket is. Előzőleg ugye magyarra fordította Rilke összes elérhető levelét, amit a Németországban, illetve német nyelven közöltek, abból egy picikét szűrt csak. Ezek csak nagyságrendi kérdések, vagy ha József Attila teljes életművét a töredékekkel együtt is németre fordította. Apró jellemzők, de az ő nagysága a költészetében, a műértékelésében, a műfordításaiban nagyon széles az a skála, amin ő első osztályú. Elsőként kapta meg, és miatta hoztuk létre a Naput hetet hét díjat. A hetet hét a Naputnak a műfordító és világirodalmi rovata. Elsőként ő kapta meg, utána aztán a többiek. Külön kettes. A flótás tudja télvíz idején, hogy bebugyolálva jobb járni az utcán, mint hajadon főtt, kabát nélkül vagy éhomra. Vette át a sapkáját, bojtal együtt felhúzta egészen a lábfejéig, és arra rátette egy kis fodorhájas szalonna bőrkét, hogy még melegebbnek érezze a homlokát zseniálisan. Alá már nem is igényelt más rétegesen, mint egy hervadozva száradt trikót, amit a mama kitett száradni még nyáron a hús- és inkszárító kötélre. Jobb nyáron megkomponálni a téli divatot, mint télen júniusi gázok után ácsingózni. Amikor tehát a sapka fennfészkelt a fejecskén, vette egy dohányozacskót, rágyújtott, és kilépett az ajtón. Kín olyan szél fújt, rögtön megrezegtette a gatyáját, a haját, meg a térdekalácsát. Pedig nem is gombászni indult, ahhoz hideg volt, hanem kicsit henyélni, hunyálni, úton kapálni, otthoni áttól távol maradni. Néha úgy érezte az utcán helyetlen még akkor is, ha van hivatása. Mert nem elég a hősiekhősök, ez a sapka, a gatya, meg a herbatea. Csak úgy heveny észre ment, mendegét, és mögötte az édesanyja kívánsága, holyagzása, szigorú ispilángja. Erre menjen, hallíthatatlan maradt. Ő csak a szomszéd hajnalkáig ment. Ott kapta meg mindig a szépséget, mesztelenül, ha besötétedett. Most is arra gurult, mint a görög dinnye. Hanalka már kint gondolkodott a kapuban, kettőt se kellett szólni, elindultak a diófák alá a kertbe. Kicsi hajnal csak nézdelt a gomb szemével, hova zuhan az út. Flótás nem szólt kettőt se, csak a len nadrágját érezte nyugtalankodni. Olyan iszapos volt a hamarad dereka, földhöz ragadt képzelete, csak a szép gondolatra gondolt a fertályokra hajnalka kendője alatt. Hajnalka is felvirrat arccal megyegélt. Sokat vonulgattak, zöldágaztak, tisztították a képzeletet, de nem merték visszint és párban megérinteni a pázsitot. Mintha felvarták volna őket kettőstől a levegőbe, és ott kellene szolgálniuk a becsületnek örökké. Még akkor is láttam és sajnáltam őket, amikor mindkettőjüket feloszlott egy tűzoltómester. Hogy Hajnalka vagy Flótás bőre volt, nem tudom, de azóta külön mennek ugyanazon az úton, és csak felváltva szeretik egymást, nem egy csapásra. Legyenek boldogok így, ha már Isten így tüzeli őket. Aki most következik, az Lajtos Nóra, ő egy ciklusával szerepel, mégpedig azoknak a képviseletében, akik a mi tematikus haiku pályázatunknak az egyik nyertese volt. Tizenvalahány éven keresztül lettünk a magyar haiku életnek egyfajta központja. Állandóan tematikus pályázatokat írtunk ki, mint egy fél ezer pályázat érkezett be, általában azok közül 130-150 szerzőt közöltünk, hol egy, hol három, hol tíz versével, mint jelen esetben
Lajtos Nórának a ciklusa az 10 versből áll, többszörös győztes ezeknek a haiku pályázatoknak. Lajtos Nóra utoljára pedig Káli Horváttól olvasunk egy verset, ő ugye roma származású, jellemző a Naputra, hogy külön-külön számokban, a cigányok esetében három számban is feldolgoztuk a kultúrájukat, tehát ugyanígy volt ruszin, bolgár, szerb szám is. Őt, Kálit azért hoztuk, mint ennek a mi irányzatunknak a képviselőjét, hogy teret adjunk a magyarországi nemzetiségek, kisebbségek teljes jelentőségű kultúrájának, hagyományőrzésének a bemutatására. Lajtos Nóra, hajkuk fürd témára. Szivárvány hídról lehulló fürd szemek sem értik az imát. Hurokréseken áthütyül egy hajfürt lány, lélegzett fájón. Lombtalan élet búcsú levelet sem hajt, hajt fűt merevség. Határút némán, vonyító fürtös holtszáj, vonat temetők. Derűöntéstől ború ontásig és túl, fürt hangú magány. Sörényes hajnal, kalász fürtös patazajjal vágtat a remény. Kagylófelhős ég, kegyelmi állapotban fürt arcú bigasz. Ceruzaforgás nélkül a papírlap is fürt üres kebel. Utolszó nélkül az Isten is hallgatag, fénylik egy hajfürt. Könyvhegyeken túl fürtjén a költészetnek gyászol egy betű. Káli Horváth Kálmán esti mese helyett. Vertek gyerekként, felejthetetlen. Gyűlköltek a szóval, érthetetlen. Pofosztak és rúgtak, rémálom. Feleselni mertem, nem bánom. Tenyérrel az arcba pofosztak, lábfejjel a hasba rugdostak, kulcsomóval fejbe így vertek, ököllel a szájba bevertek. Éhen volt a szóra, kopraltam. Tányéromon semmi, fűt fajtam. Bár ne lenne igaz, színigaz. Szemétdombolt étkem, rossz vigasz. Hol volt akkor Isten? Néma volt. Bennem feszítették. Halott volt. Mégis ütve, rúgva, itt vagyok. Éheztem és sírtam. Kacagok. Gyűlölni tanultam, nem tudok. Sírni volna kedvem, elfutok. Hogyha volna könnyem, baj volna. Folyna, mintha világ gyászolna. Jaj, de kiszáradt már két szemem. Mosolyogni tanít, szép jelen. Akkor szeretnék méltóképpen a Naput szellemében búcsúzni. Láthatott koronnál fogva, ez jogos, hogy búcsúzzam. És köszönetet mondjak neked. A búcsúzásom a következő szavakból, hát tudod, hogy nem vagyok exhibicionista. Nem szeretem magamat mutogatni. Nincs is rajtam mit mutogatni. Hát akkor most elmondom a búcsúmat. Rövid leszek. Öregszem, fogy az időm, tehát törekszem. És midőn az idő elsuhan fölöttem, egyetlen célt szolgál, mindent tettem. Mit is? Te jó ég, elfelejtettem. Egyszer neked azt mondtam, hogy nem kell komolyan venni, amit mondok, ezt komolyan mondom. Köszönöm szépen.
Az előbb Báthori Csabáról szólva megütötte fülemet egy szó, a nagyságrend. Ebben az esetben, hogyha Naput Online-ról is szólunk a print Naput után, amivel találkozhatunk, az szintén a nagyságrend. Ez alapvetően nem felhasználó barátságot is jelent internetes szempontból. Mert akárhogy is nézzük, maga az online inkább tetszik egy nagy virtuális könyvtárnak, könyvtárbirodalomnak, mint egy gyorsan pergő netes sajtónak. Mindattól függetlenül, hogy napjában ugye két anyag jelenik meg, ezek terjedelme igen változó, kurta haikuktól kezdve drámákig, dráma hosszakig jelennek meg anyagok. Tehát amiről beszélünk, a nagyságrend, ami egyúttal egy kebelnek a nagysága is, Gyuri-é természetesen, igyekszem magam keblével nem alámaradni a történetnek ebből a szempontból. Egyébként, amiről a virtuális térrel kapcsolatban lehet szólni, hogy egyáltalán a Naput Online maga mit jelent, illetve a Naput a virtuális térben jelenti természetesen a Facebookot, jelenti YouTube csatornát, jelent szerkesztőségi üzenőoldalt, üzenőfalat, tehát mérfiókat, és jelenti magát a Naput Online-t. Azok az anyagok, amelyekkel a szerkesztők foglalkoznak, bírálnak, azok Gyurihoz, hozzám futnak be, végül is minden hozzám fut be. És a Naput Online felületét, amennyiben vizsgáljuk, akkor, ha jól emlékszem, talán 52 rovat van. A megjelenési formák változók, mert a filmektől kezdve különféle tudományterületek, művészetek, és természetesen az irodalmi hangsúly. Tehát ezt így lehetne összefoglalni, mint egy tavaszi ártól megduzzadt folyamot inkább. Ami hömpölyeg megállás nélkül is, gyakorlatilag nincsen nap, amikor megállna ez a folyó. Így folytatjuk a szót is Gyurival minden nap, és közben pedig az online is folyik a maga útján. Valami szép szót lehetne használni erre, az önfeláldozás szót. Nagyon elkoptatták már, mert igazából ebbe belegondolni, úgy istókutya, hogy ez mit jelent. A sokan gyakorolják, de végtelennél tágítható. Gyurinak ez jelenti mondjuk 8-tól éjfélig tartó időszakot. Olvasok néhány verset. Szőlők szélporzott virága. A halász király. The Kingfisher's Day. Lelkem, megrészegültem a széltől. Olvadó tócsán űnők inán fut így át édes remegés. Jégmadárkék nap, duzzadt csipkebogyótba haraptam. Nyelvemre omlott ahány szüretünk őszi prése íze. Alkyóni égbolt, déli szírt faladon enyhünk januárja. Szívem úgy ujjong, verdes kőszántott kopáron, pőre verőfény venyigéden, akár azé a fürtös gyermeké. Virradat a szőlőhegyen. Chloris ramque flora vocor. Még nem jött fel a nap. Veranda párkányán a márvány teli harmatló csillagfénnyel. Alant hullámzó dűlők, lankás huny szemed, agyagszegletet párálló mézízű lonca. Mind egy gyönyörűség, ahogy a legédesebb növényi álom. Páratlan szépséged,
lombul kibomló arcod, hajnali hajkoronád, elomló paradicsomi fája. Elakadt szívemen, úgy lélegez. Küdóniához. Éri minály, te küdónye. Reggelre szikrázóra martak a szelek. Már tűző égító, gleccserkék szemed, cirruszok csillámló jege, a tükrén foszló pára. Közel-távol, karnyújtásra minden. Horizont hegye, szőlők temploma, magasban házad. S míg déltől aléltan omlanak árnyak, hajladozó fényeidbe csobbansz. Illatozol, ahogy a frissen fürdött áprilisi reggel. Szellők fényessége, szívem, Ibükosz virága. Képtelen hang. Szavad, szél, szélcsend idején, karc hullámzó éjjel, zord ég tények delén, heg, hogy sarjun éljen, a hű lángba szökű. Szavad turbék árva kalapon, felleg körhinta között, csatak hamvadó havon, tánc mi felfelütt között, pőrére hult királyságban. A tétova lépés, lépés sután szegül, pirongó tájak mindegyedül, omló éjjelek széjjel hamuhodván, vonkodott szavak őszülő holdnál dideregnek. Didereg a parázs, harmatlik ég, lobban-e fölfelé szikraszín még, pilleté bolygás marad-e az út, ormokon völgyellő kedv-e a kút öleméjén. Én bolgarista szerkesztő, fordító, műfordító, és legkevésbé költő vagyok, ám bár majd most, ha kicsikét lanyhul a tempo, akkor meg akarom lepni a pár olvasót, hogy ez a 77 éves ifjanc milyen verseket, vagy versszerű képződvényeket szed össze egy, vagy két kötetbe, hiszen vannak ilyenek, meg sok minden áll befejezetlenül. Talán ennek is eljön az ideje. Én igazán nem szeretnék, és nem tudok, úgy nyilván látják, hogy végképp elérzékenyültem miattuk, meg önök miatt szólni, amit tudtam cselekedni, az lefektetve ott van 36 ezer oldalon. Ez a bizonyos önök kezében lévő összefoglalás adatszerűen is jelzi azt a rengetegséget, ami mögöttünk van. Én 1999. januárjában az előzőleg szerkesztett, főszerkesztett polisz után, amikor úgy szoktam mondani, egy etikai lépésváltással a folyóiratot ott hagytam, és jöttek velem a szerkesztők és az összes konzulens. Mellesleg itt elballagtam, és azt hiszem, igen, ide hoztam egy olyan kiadványt, utolsó évükben jelent meg olyan tematikus számot, aminek az a címe Egyszerre egyszer, amelyben az összes a Naput létezése során szerkesztőként vagy konzulensként velünk lévő barátunkat megkértem, hogy mindenki adjon valamilyen írást, tehát itt nem arról volt, hogy a Naputat értékeljék, vagy róla írjanak, hanem
adtak, amivel képviseltették magukat a már nem élő konzulenseinktől, az örökösök adtak anyagot Sütő András Sánta, László Féladár, László Ficsaba, Hankis, Osztovics Levente, Székely Magda, Csűrös Miklós, Svajda György, Kosári Domokos, sokan. És így 44-en voltunk ebben az összeállításban. Tehát én 99-ben, amikor belevágtunk a Naputba, azt mondtam, és ennek érkezünk ugye a pereméhez, hogy ameddig eszem bírja, ez a folyóirat meg kell, hogy jelenjen. Hál' Istennek idáig is eljutottunk úgy, hogy én magam eközben 10 évet Bulgáriában voltam, és onnan készültek a tematikus számok, és itt hadd ne felejtsem el ugrabugrálásomban a fiamat megemlíteni, Szondi Bencét, aki az egésznek velem együtt akkor oszlopa volt, és a könyvkiadásban is végig, ez 2016-ig, amikor én Szófiában voltam, ő csinálta a Naputat. Én megszerveztem, hiszen minden egyes tematikus számhoz rengeteg embert fel kellett keresni, meghívni, ez a nehézség a tematikusságoknak. Hát ezt Szófiából is meg tudtam tenni az ottani szép és gazdag működés mellett. Ugye 5 évig igazgató voltam az intézetében, 5 évig pedig az egyetemen tanár, főleg a második 5 év aztán végképp több lehetőséget adott az itthoni Naput megjelenése. Tehát jött szépen az évi 10-10-10-10 szám, még akkor is, amikor ugye a legtöbb esetben az ilyen folyamatokat az NK támogatása élteti, volt olyan 5 év, amikor 0 forintot kaptunk, a Naput akkor is megjelent, és elérkeztünk idáig. Tartottam a fogadalmat, most már elfáradtam. Mindenkinek mindent köszönök. Varga Tamás Zalán Tibortól olvas föl, mert Zalán Tibor is elszegődött hozzánk 2009 környéken, amikor László Féladár meghalt, addig ő képviselte, vagy ő írta a B2 oldalt, tehát a borító belső oldalát, onnan nézek szerte szét címmel, majd Zalán átvette, és több mint 100 tárcát írt B2 Páholy címmel, amely tőle nagy dolog, mert állandóan ugye tematikához kellett írni. Megmondtuk, mi a tematik, akkor írta a kegyeletről, írta a humorról, írta Mátyás királyról, amiről kellett időben, úgyhogy nem tudott eljönni Tibor, de halatlanul köszönöm neki is, és tőle olvassunk fel egy ilyen tárcát. Zalán Tibor a szóhiányról. Azért mégis hiányoznak az olyan egzotikus szókapcsolatok, mint a rovátkolt barom, melyet a csonkított névszók összerántásának módszerével rovarra alakított át a nyelvújítás. A rovátkolt barom legalább olyan szépséges állatot képez meg az ember agyában, mint a lótetű. A lótetű nemes kiállású, kihalóban lévő, a rossz nyelvek szerint a ló és a tetű összekeveredésével keletkezett különös lény, a harcsák nagy kedvence. Utoljára gyerekkoromban láttam kifogni a földből, és akkor még nem tűnt fel kegyetlenségnek az elpusztítása. Mit nem adnék most egy igazi élő lótetűért, hogy meglátta, kimondhassam, én rovátkolt barmom. Te pedig, ó Fébus, ezen alkalommal léleszavású szemedet és arculatodnak kemény és való vonásait, a vidámság enyhítvén, és a mondákságnak mosoly szádat elfutotta, bujgó cseppjeiből néhányat lihegő ajkimra bájolván engedd, hogy beszédem tiszta és bökkenős, hangja nem valamely hínáros heverőhöz, hanem a csikland látságot nyaló, vadonc locsmoly tajtégot mámoló, tiszta folyam lötyedékéhez hasonlítson. Így a nyelvi utás kifugrádása a mondolatban, ám minden antipátián bejelentésén túl a szöveg számomra gonoszságával és túlzásaival, vagy éppenséggel azok miatt izgalmas és imponáló.
Jól esnék csak úgy leírni egy napon legalább a hundját, a látját, a bányját és báncsát, a szánját, a hagyját, a döntsét társaikkal együtt, antirévai módra így. Stockholm helyett Istokholmát, Kopenhága helyett Kappenhágót mondanék, és használnám Mózsi költő neologizmusát, Csíkhágót a Chicago helyett. Pillangó helyett semmiképpen se lepkét, Venyik helyett azonban Kazinczy Borágát feltétlenül. A bankúr pénzcsűrnök, illetve pénzkereskedő bármelyikét használnám bankár helyett. A mi volt létalap, réteg, léteny, léteddelem szavakat nem a lényeg helyett. A hosszas négy szegelet alapja egy közény, az egy közű négy szög, a közarány, illetve a téglalap közül azonban már a lap egy közény mellé töntenék. Továbbá is merénylő szót használnám viszont a vállalkozó helyett. No, szívesebben vagyok restnök, mint lajhár. A dolgászokat irigyelném az üdletemberék helyett. Lomhárnak hívnám restönök diákjaimat, a szamaraknak tartom őket. Naplonyt írnék, és unadék gyötörne közben. Útnak latomat keresném küldetésem helyett. Zenész barátaimat dalastyánnak nevezném, és nem ag énekesnek. Festménynek mondanám a naplementét, monyorú tükörben vizsgálnám nem túl szabdás arcvonásaimat. Minden ményedelemen tanítanék lengyenyével a gombjukamban emlékezve, hogyan éldeltem az ifjúság nem görebből csepegtetett ízeit. Herder bácsinak meg nyugodtan megüzenhetjük, mivel a 100 év elmúlt, hogy nyugodtan bekaphatja. Kazinczy nyelvújította, megújított nyelv sokáig biceget, kacsázott, sántított és botlazott, de már annyira beleállt önmagába, hogy már jelenkorunk elrettentő nyelvi romlását, egyre büdösebb szétbomlását is túlélni képes lesz. Vesenye is tévedett, nem igaz, hogy minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. Idegen sohasem. Felénk ez valahogy másképp működik. Úgy írhatjuk le a jelenséget, a magyar általában idegen nyelven lett és lesz tudós. Magyaron általában sohasem. A nyelvújításon töprengek, szavakat ízlelgetek. Császna, tevepárduc, emember, lepton, dalabály, szarború, popont, ébrény. Már nem értem őket, de mégsem esnek rosszul.